Megtartották azt a liturgikus ünnepséget Hévízen, melynek keretében felhelyezték az aranykeresztet az épülő ortodox templomra. A Szentséges Isten Anyja életadó forrás ikonjának tiszteletére épülő hagyományos hagymakupolás épület előtti közös ima, körmenet és a feszület megáldása után emelték a magasba és tették helyére a keresztet. Mint az ünnepségen elhangzott, az aranyozott kereszt felhelyezése emlékeztet Isten akaratára, ami az volt, hogy ez a templom ezen a területen felépülhessen. Amikor a kereszt felkerül a templomra, az épület jelentősége megváltozik, innentől kezdve mindenki láthatja, hogy ez az Isten háza. De azon kívül, hogy látványában megváltozik a templom, lelki értelemben is jelentős ez a mai nap a közösség számára. A kereszt egyetemes jelkép, Krisztus jelképe, aki győzedelmeskedett értünk a halál felett, és ma is vezet minket. Ma Krisztusnak ajánlottuk ezt a templomot, ő pedig válaszként az Atya előtt megvallja a jelenlévőket. Pap Gábor polgármester köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy kereszt nélkül nem létezhet Isten háza. Elmondta, Hévíznek nagy megtiszteltetés az, hogy itt épülhet meg ez a templom, mely a keresztény felekezetek sokszínűségét, békés egymás mellett élését hirdeti, és azt is üzeni, hogy a város a világ minden pontjáról szívesen látja a különböző nemzetiségű és vallású embereket. Tapasztalhatjuk azt, hogy számos keresztény gyülekezetnek található temploma, közössége Hévízen, és így most gyakorlatilag tovább bővültünk templom szintjén, hiszen az ortodox közösség vagy a pravoszláv közösség már évek óta jelen van, és élik az életüket, a közösség életet, miséket tartanak, sőt iskolát is gyakorlatilag tartanak fenn, vagy oktatási rendszert, osztályokat. Ezt gondolom, hogy egy tovább lépés, hiszen ez szükséges egy épület, egy gyönyörű szép templom, ami egy egyedi építési stílusban készült el. Az épület Hévíz városának és a környéknek egy új látványossága is lesz, de természetesen elsődleges cél a Nyugat-Balaton térségében élő és az itt pihenő ortodox keresztények kiszolgálása. A testi gyógyulás mellett így nyújtva lelki feltöltődést is számukra. A templom teljes egészében várhatóan év végére készül el, de addig is tartanak már a helyszínen szertartásokat. A beruházást a magyar kormány 400 millió forinttal támogatta, a templom tégláit az ortodox szokás szerint hithű munkások rakták.